Oké, üdvözlök mindenkit újra itt. Na nem az Outcast a New Beginning végigjátszásába, mert azt végigjátszottuk, remélem együtt, hanem egy új szériába kezdünk, ami nem más, mint az Alone in the Dark. Elég régen volt már horror a csatornán, úgyhogy aki szereti ezeket a játékokat, tartson velem. Jó, next nekünk a standard. Jó. Hol igen? Az ezt egy béka. Add meg egy krokodil. Alone in the dark. So, your uncle. What's wrong with him? Mi a baj a nagybátyáddal, azt kéne. Megszállott. Már zöldök szállta meg? Valami olyasmi. Az, hogy egy sötét ember követi őt. Nézi őt folyamatosan. What do you make of it? It's nonsense, of course. Az nem igaz, tenni. It didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Családjában mindenki megőrül, mielőtt még megöregedne. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. Valami levelet említett. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? Hát valami kultikus valami van ott. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Hát itt valami szekta van. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. De azért már nem érezte magát egyedül biztonságba. A nagybátyja van akkor itt bent. Did you bring a gun? Hol a pukád? You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? Nem mit fogunk csinálni, megtaláljuk Jeremyt. I don't know. Nem tudom. Let's just find him first. Let's just találjuk meg. Azt mondja, csaj. Choose karakteri. Edward Canby, David Harbour. Emily Hartwood, Judy Comer. Ha legyünk a csávóval. Nem is tudtam, lehet karaktert választani. Hello? Hello? Looks abandoned. Elhagyatottnak tűnik. There has to be someone around. Valakinek lenni kéne itt, azt mondja a nő. Wait here. I'll go around back. Várj, itt hátra megyek, széjjel nézek. Jól ott hagytuk a csajtom, hogy azt mondta, hogy azért hozott minket, hogy ne féljen egyedül. Chapter 1.
nem tudom hány chapter-ös. Objectives, look for a way inside the house. Keresünk egy utat a házba. Az mi az az? Mi az? A nem lámpa. Mi? Flashlight, öngyújtó. Kitchen garden. Aha, kicsit meg be tudjuk kapcsolni. Oda nem lámpánt. Jó. Pakkányok. Oké. Konyhakert kulcsával kinyitottuk. Van egy drinkünk, ami gondolom az életet fogja tölteni, vagy valami. Na, le van lakatolva, nem tudunk oda bemenni. Elég nyomasztó. Van valami. Csak lehűmötte. Jó. Jó. Apád. Szart is kiesztette belőlem amúgy. Housekeeper's key. Ott ki dumá. Úgy látom, elég lesz egy-egy óra felvétel. Ide nem tudunk bemenni. Újabb drink. Ide se tudunk, akkor alul tudunk bemenni. Mi, hogy megtaláltuk a kulcsot? Welcome to Derketo, Anya Trofa. Find the front door and let Emily back in, vagy mi a volt. Meg kell találni a bejárati ajtót is, beengedni Emilyt, gondolom az a csaj, kivel jöttünk. Don't mind if I do.
Van négy healingünk, szerintem az a healing. Ez mi? Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our heavenly. Tehát ugye azt mondja, hogy ezt valaki írhatta a Bibliában, hogy tehát az, hogy minden nap te hallgatol, az minden egyre nehezebb. Ez egy nehéz év volt mindenkinek, és sokan elvesztették az összes reményüket. Én olvastam az újságokban az emberek szenvedéséről, hogy láttam képeket a homokáltal, meg a poráltal betemetett képekről víz nélkül, egy csepp víz nélkül. Azt kívánom, hogy bárcsak tudnád, hogy még mindig itt vagyunk a Földön. Hogy újra felénk fordítanád az arcodat. Elkezdtem másfele keresni segítséget. Imádkoztam, hogy elmond nekem, hogy én egy olyan ösvényen lépek, amivel te nem értel egyet. Ó, Batiszt és Charlotte segítségével én nyugalmat találtam a voodoo gyakorlásába. I have long been skeptical of that Caribbean. Hosszú ideig skeptikus voltam a karibiai kultuszban, de ez egy jó hasznát vettem. Ártatlannak tűnik az én könyveimben, amit csinálunk, elmondunk néhány szót, és nem tudom, valami lesz a zsebünkbe. Ez semmi ilyesmi nincs a Bibliában természetesen, de a francia negyed papja elmondta, hogy ez mind összefügg. Elmondta, hogy a keresztény Isten az csak egy másik perspektívája a teremtőnek. Ez az, amit én szeretnék hinni, de másféle módon. That's the spirit of her face. Hát, hogy továbbra is higgyünk benne. Nagyon hálás vagyok azoknak a szavaknak, amit te adtál Mr. Heartwoodnak. We will sing your praises. Mi még mindig zengjük a te dicséretedet. The world will be blessed soon again. A világ újra áldott lesz. Only the sacrifices of the Old Testament compare. Csak az áldozatok a régi időknek hasonlíthat össze a te imáiddal. Legyen az igazság, a föld anyja, wood and dirt, a föld, a fák és a koszossága, a föld, vagy mi a kosz anyja, mother of thousand young, ezennyi fiatalnak az anyja.
Goat Widow Bones. Hát itt már eléggé be voltak itt kattyanva, ami kultusz hoztak létre. Na nézzük. Innen jöttünk. Hold L to take a closer look. Faszom járkálod be az anyám úgy. Van 11 golyónk. Mi van erre? Red poison. Mi? What was that? Valami faszal. Ja, tehát ezeket összegyűjtjük, akkor elmond valamit a játékról, tehát az... Még egy drink. Hány ajtó van itt, hely? Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Hát valaki megpiszkál, kiukasztotta a boilert is. Azért, hogy ne nyúljunk hozzá. Hát szerintetek? Ha itt van, akkor fogunk tovább haladni. There's something missing. Hogyha meglesznek a hozzávalók. Mája, itt felfele megy. Akkor mi az Isten lett volna itt?
streetcar ticket. I need the key. Na, ide kulcs kell. Hát akkor mégis felfele megyünk. Oké, itt is volt mentés. Ide be tudunk-e menni? Nope. Ide viszont igen. Four plants. Az emeletnek a tervrajza. És ott vagyunk mi. Puzzle solvable exploit completed. Pizza King. Hát ezt nem tudjuk kinyitni. Fúra van a inni valónk is. Lottizni. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key. Tehát június 22 vasárnap, I spent all day, tehát egész nap Jeremyt kerestem. Nekem többiekkel kellett volna törődnöm, de nagyon meg voltam érte, hogy valami szörnyűség történt. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication. Tehát Cassandra nagyon mérges volt, hogy én nem adtam neki oda az utolsó fájdalomcsillapítónak a szállítmányát, amit az a Waits hozott a postahivatalból tegnap. I would have given it to her, but the company didn't give this time around. Tehát nekem oda kellett volna adnom, de a társaság nem küldött új kulcsot ezúttal. Szóval a doboz csak ott fekszik az én asztalomon. They must have figured we had plenty of other gimmicky keys by now. Tehát ki kell találnunk, hogy hogyan nyissuk ki. Én vagy egyik emlékszem, valami kulcs emlékezett a legutóbb. Grace was playing with it inside the grand parlor. Grace játszott ezzel itt a valami grand parlornál. Unless it turns up by itself, it will have to wait. Még várnia kell. I have to figure out where Jeremy is. És ki kell találnom, hol van Jeremy. I think Jack knew something. Én azt gondolom, hogy Jack rájött valamire. The dog of his found a strange rot permitting of the house. Az a kutya talált valami különös gyökeret a háznál. She is showing us. He said, ő megmutatja nekünk, azt mondta. Like those bloats and into him. Ja. Hát... Decero, the old plantation building, was ready to fall.
but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Jó, tehát mi itt vagyunk. Hát nincs kulcsunk. Ezt itt kinyitottuk a piazzaki kulcsa. I need the key. Ez viszont zárva van. Igen, amiket nem tudunk kinyitni, azokat kulcsos, piros kulcsossal jelzi. Így jöttünk be, szerintem. Mindenhol a kulcs kell. Oda is, ide is, oda is. The Picayune Post. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Tehát Hoover elnök felemelte az adót több mint 20,000 importált cuccra, hogy megvédje az amerikai gazdaságot. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 Following the collapse of the Wall Street stock market on... Tehát a Wall Street összeomlás követően a október 24-i utolsó évben az amerikai gazdaság az nagyon sokat szenvedett. Igen, gyárak ezrei jelentettek bankcsődöt, és hagytak egy csomó amerikait ugye munkanélkül. An attempt to turn the tide. Smooth Harvey tariff act. Az, hogy jobbra fordulnak a dolgok, a Smooth Harvey tariff act az aláírt valamit az elnökkel. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industry. Tehát, hogy adókat vetett ki a külföldi termékekre, a kormányzat azt remélte, hogy így fel tudja venni az Egyesült Államok az olcsó külföldi importtal a versenyt. So, President of Rise, New Orleans Voodoo has made him see increased profit. Oh, a New Orleans Voodoo üzletek és médiumok azok növekvő profitot láttak a rossz időkben is. Since Black Thursday, doctors and nature.
Aha, tehát mi alatt az üzletek azok a fekete csütörtök, a múlti fekete csütörtöke után nagyon rossz időket éltek. A vudu doktorok és a kígyóbűvölők, azoknak a vevők száma megnövekedett. With the coming era of Saint John, Saint the Police expert. Tehát, hogy jön ez a valami 23. esemény, a rendőrség megnövekedett kultikus tevékenységre számított Saint John környékén, a valamilyen tónak a Southern déli partján. Voodoo rituals in the dark. Tehát a vudu rituálik abban a környékben, ezek hosszú tradícióra unnak vissza egészen addig, míg az első rabszolgákat be nem hozták Nyugat-Afrikából. During the 19th century, its practice. Az egész 19. században ennek a gyakorlása az nagyon népszerű volt a legendás Marie Levieu és Everton, és a francia negyed arisztokratái által. Rumors regarding autor Cassandra Beroux. A pletykák azt mondják, hogy Cassandra Barrow csinál, ezt nem tudom. Ja, ez a dekrétó, ez de mit vagyunk mi? Ez a dekrétó kórház, ez egy öreg építmény a ugyanennek a tónak az északi partján, nem, keleti partján, bocsánat, while often considered an asylum for the insane. Mivel gyakran úgy mondták volna, hogy ez egy az őrülteknek egy építménye, ez a Elmore Legray doktor szeretett inkább úgy gondolni, hogy ez egy olyan hely, ahol meg lehet pihenni. This kept secret, but black sheep. Ugye a betegek listája az titkosító volt, de sokan úgy gondolták, hogy a befolyásos családok fekete bárányai voltak itt, mivel ezek a kezelések nem voltak olcsók. Tehát a helyi szerző, a Cassandra Barrow, ez megerősítette saját maga is. Tehát ő még erről könyvet is írt, meg filmet is forgattak erről a helyről. És ez a színházakban nagyon nagyot ütött a következendő években. Tehát onnan kijöttünk, mert nem tudunk tovább menni. Várjál, hát nem oda még nem mentünk be. Csak ide. Apád. Elvileg itt. Ide nem voltunk. Honnan sem megyünk be?
Thanks. Na, megedi a csajt. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind, we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable? How? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Yeah, dude. Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough, all of you. Get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking at him. Eltűnt a nagybátyja, az egész személyzetőt keresi. He ran off? Elront. I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. Well, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Ilyenkor beteged is írkál, de basznám már meg. Let's look around. See if we can dig up any clues. No. Search Jeremy rooms for clues. Tehát át kell kutatnunk Jeremy szobáját nyomokért. Azt nem tudjuk. Itt megint lesz olvasni való. The compliments. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Azt nem tudom, miért nem tudtuk elolvasni. Tehát minden nap egy sötét vagy fekete ember áll az én szobámban. Tehát számolom a napokat, hogy mikor már ugye az én szellem kimegy a... Tehát hogy gyakorlatilag meghal. Speed mask shelters by remaining sanity. Tehát csak az ő maszkja miatt számíthatok megváltásra. Staring directly into the face of the demonic sultan would surely sundry time. Tehát valami képzelődik ez. Would he have looked the same? Tud néz ki, mint az én apám, aki szenvedett egész életében. Which so that I could rest my soul and sunburn, covenant of Tarela, would I find you there, Juan? Nem tudom, ez. Every night I hide from, minden este elrejtőzök előle, moving from one misshapen memory to another. Things conjured out of fantasy and delirium. Tehát minden nap emlékek gyötrik, ilyen fantasmagóriák.
A helyek, ahol még festeni sem tud. I wish I understood your death, signora. Azt kell, hogy bárcsak meg értettem a halálát, signora. Is there anything I could pray you? Tehát, hogy tehetett volna bármit is érte. Triumphant chapel rising above the ledgers. What shall be your... How did you first come to understand such things, signora? Tehát hogyan tudott ilyen dolgokkal foglalkozni? That buttered boiler. Tehát az a boiler, amit voltunk, az a Lafayette-nek a temetőjéhez vezet, or how the old upstairs clock, which is astronomical notifix, would take me to that. Hogy az a felső óra, az kivisz minket a kikötőbe? Those are my memories. Ezek az én emlékeim, az én múltam. Is there perhaps a chance if ever so? Tehát van bármilyen kis esély, hogy lássam Taurellát? I want that more than anything. Jobban akarom bárminél. Please let my talisman take me there. Let me sit. Tehát valami talizmánt hagyott ott, despite having Miss Jackson, the voodoo priestess. Tehát, hogy eladta ezt valami voodoo izének ezt a talizmán, de semmilyen titkát nem mesélte el a talizmánnak ez a valaki. That's why I had to travel to Tons. Azért kell elutaznom Tonszéra. Instead, she cruelly told caretaker that he would be betrayed and killed in the most awful way. Valakit megöltek, aki vigyázott rá. That the one he left would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be the... What things to say? Valami láncsával megölték, hogy mi? The people of Decret are becoming dangerous. Decretonak az emberi egyre veszélyesebbek. They don't understand what they are doing. Nem értik meg, mi az, amit csinálnak. Muszáj valamit tennem, hogy megállítsam őket. Én próbáltam beszélni Dr. Gray-jel, de... Ő összezavart az inakódásom. Tehát ő még megfenyegetett engem. How can we expect evil to be cured with one conversation? Hogyan gondolhattam volna, hogy a gonoszságot meg lehet gyógyítani gyógyszerrel vagy beszélgetéssel? The order lies, the housekeeper and the patrons are out there again. Call upon evil to enter this world and I will be lost. Tehát, hogy ezek ördögöt akartak idézni. So I can't find a clerk, Mr. Waits. Valaki Mr. Waits-et, valami Mr. Waits-et akar megtanálni. Ő az egyedüli rendesen gondolkozó ember. Maybe Beauregard, vagy ez a Beauregard. Offered me a prison and I accepted. A sötét ember el nekem egy börtönt is, én elfogadtam. I signed the contract and entered the dark pact. Aláírt valami szerződést és a sötét útra lépett. Everyone is safe except for me. Mindenki biztonságban van, kivéve engem. Shit! I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. For clues. De milyen clues van még itt, amit nem találtunk meg?
Hey, what? You know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Now, would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy, too, if I had this much junk lying around. Őt keressük? I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? Well, again. Investigate the corner store. Your map is of no use here. Hát semmit nem tudjuk használni itt a mappünket. Hát de itt nem tudok lemenni. Az biztos. Hát, az mi a lópikula? A kurva életbe! Mi a szent szered? Szóval azért kellett a lőtszer. Detective Carver couldn't believe his eyes. The French Quarter seemed before... És akkor honnan tudja, hogy merre kell menni?
What the hell is going on? Let them get inside, Carver. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this? How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. Because Jeremy amúgy azt a valóságban vagyunk. Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Bastia's key. Finally. Huh? You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Tehát ő nem jön velünk. Nincs térképünk még mindig. Amúgy. Szerintem nem tudok bemenni. De jó Istenem. Na fog járni az egy óránk.
Hát most... Fuck. De hova kéne nekünk menni? Detective Conby hesitated to buy. Ida. Oh, and it lies him, hey. És itt el is mentette, hogy innen fogjuk majd folytatni, gyermekeim az úrban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, sziasztok!